Így indult el a körmenet a püspöki palotából szerda este, a menet Szent István ország felajánlására és a fogadalomra hivatott emlékezni. A Székesegyházban tartott ünnepi szentmisén Spányi Antal megyés püspök megújította hazánk felajánlását Szűz Máriának, ahogyan a Szent István király tette a halálát megelőző napon. A megyés püspök a Szent Misét megelőzően augusztus 14-e jelentőségéről beszélt. Megpróbáljuk a hitünket is megmutatni ennek a városnak, az ide gyülekező embereknek, hogy azok a szépnek, amit látnak, lássanak a mélyére és értsék meg az üzenetét, hogy mi Krisztus örömhírét, ezt a nagyon szép üzenetet akarjuk vinni a világba. Megtartjuk a Szent Misét, amely a keresztény életnek a középpontja, majd elzarándokolunk körmenettel az erekjék kíséretében Szent István sírjához és Szent Imre sírjánál elmondjuk az ország felajánló imádságot. A Nemzeti Emlékhelyen szólt az ünneplőkhöz Cserpalkovics András polgármester, aki a megtiszteltetés és a büszkeség érzéséről beszélt, amikor belép a Nemzeti Emlékhely területére fehérvári polgárként, és egy olyan város nevében szólhat, mely büszkén vállalhatja 1000 éves múltját a nemzet történelmi fővárosaként. Az a felajánlás, az a fogadalom, amire ma emlékezünk, az a magyarság egész tekintetében egy fontos felajánlása volt Szent Istvánnak, és ez itt történt meg ebben a városban. Tehát erre hitelesen, igazán méltó módon és helyen ebben a városban lehet emlékezni. Székesfehérvár polgármestere arról is beszélt, hogy milyen szenzációs leletek kerültek elő a közelmúltban a Nemzeti Emlékhelyen, a Szent István Király Múzeumnak köszönhetően, amelyek remélhetőleg meg fogják erősíteni a Nemzeti Emlékhely jelentőségét és Szent Istvánhoz fűződő személyes kapcsolatát.